Olasz vizekre érkezett a Proactiva Open Arms hajója, fedélzetén 147 menekült el. A hajó hetekig nem kapott engedélyt sem Máltától, sem Olaszországtól. Míg végül szerdán a Római Bíróság nemzetközi jogba ütközőnek ítélte a belügyminiszter Matteo Salvini rendeletét, amelyben pénzbírsággal és a hajó elkobzásával fenyegette meg a humanitárius szervezetet, Olasz vizekre lépnek. A Láció megyei bíró felfüggesztette Salvini rendeletét, így az Open Arms most Lampedusa szigete felé tart, az olasz haditengerészet két hajójának kíséretében. A hajón kialakult állapotok miatt, és mivel a menekültek között 32 gyermek is van, felvették a kapcsolatot a palermói fiatalkorúak bíróságával. Az olasz belügyminiszter nem fogadja el, hogy tiltása ellenére kiköthet a hajó. Az elkövetkezendő néhány órában hozok egy újabb tiltórendeletet, mert nem akarom támogatni az embercsempészeket, mondta Salvini. Hasonló helyzet állhat elő a fedélzetén 356 embert, köztük 103 gyermeket szállító Ocean Viking hajónál is, miután a Tripoli kikötő nem adta meg a behajózási engedélyt.